A katolikus egyház és az Országos Büntetés Végrehajtási Intézet korábbi megegyezése értelmében lelkipásztorok eddig is látogathatták a börtönben lakókat. Ezt a megállapodást a püspöki konferencia Szombathelyen is megújította. Mivel a fogvatartottak száma gyarapodott, szükségesé vált, hogy főállású börtönlelkészek teljesítsenek szolgálatot. Itt helyi szinten is lehetőségünk nyílt arra, hogy még szervezettebben legyünk jelen a börtönben, hiszen korábban csak néhány órában tudtunk börtön lelkipásztori szolgálatot végezni, amikor a börtön még itt volt a bíróság mellett a belvárosban, nyilván sokkal kisebb létszámú börtönről volt szó. A börtön kápolnájában minden évben a Veres András megyés püspök által celebrált karácsonyi szentmisén közel 200-an, a bűnbánatra való felkészülés első napján, hanvazó szerdán 25-en vehettek részt a szentmisén. 1300 körül mozog a fogvatartotti létszámunk, akik rendszeresen részt vesznek a lelkész úr által tartott miséken, vallási foglalkozásokon, az ő létszámuk is azért elég változó. Férfi fogvatartottak közül 40-50 az, aki rendszeresen részt vesz, illetve a női fogvatartottak között is egy 20-30 fő. A bentlakók vasárnapi és hétköznapi szentmiséken való részvételt és személyes beszélgetést, gyónást igényelhetnek. Lelkipásztorként azokkal a lelki feladatokkal találkozom és próbálok segíteni a megoldásukban, hogy a családjával hogy tartsa a kapcsolatot, mi van akkor, ha nem tudja vele tartani, úgy érzi, hogy magára hagyta a családját, mert nekik kell segíteni őt, miközben kint ő tartotta el a családját. A tapasztalatok szerint börtönpasztorációt nem csak katolikus fogvatartottak igényelnek.